Kisebb kihagyás után ismét Szombathely ad otthont a tornasport egyik legnépszerűbb versenyének, a Magyar Grand Prix-nak. 2015 után immár 8. alkalommal gyűlnek össze a tornászok legjobbjai a Vasi megyeszékhelyen, hogy bemutassák gyakorlataikat. Az októberi világbajnokság előtt ez lesz az utolsó jelentősebb nemzetközi verseny. De nem csak a tornászok, hanem Szombathely számára is kiemelten fontos ez a Grand Prix. Minden nagy számás eseményt nagyon szeretünk, mert egyrészt a szombathelyek látnak valami mást, amit nem látnak a hétköznapokban, másrészt pedig sokan jönnek, és ez mindig felpezsdíti a város életét. Ráadásul most egy komoly hagyománya van ennek a rendezvénynek, és semmilyen hagyományt nem szeretnénk megszakítani. Ha már a Covid alatt sem tettük, akkor pláne szeretnénk továbbvinni. A rendezvényen tiszteletét teszi a télen visszavonult olimpiai bajnok Perki Krisztián is, aki a Honi Szövetség elnökségi tagjaként a versenyzők felkészülését segíti. Az egykori háromszoros világbajnok és hatszoros Európa bajnok tornász életében is fontos állomás lesz a hétvégi sportrendezvény. Ugye most már február óta visszavonultam, és azóta a Torna Szövetség sportigazgatójaként dolgozom tovább, így maradtam a tornasportban, és szeretett sportágamat nem nagyon hagyom el remélhetőleg hosszú időn keresztül még. Viszont ugye ilyen ünnepélyes befejezés még nem történt meg, úgyhogy ezt én is a héten hallottam, hogy itt szeretnének elbúcsúztatni, aminek nagyon örülök, mert tényleg Szombathely közel áll a szívemhez. Nagyon szerettem a közönséget mindig, amikor kijöttek szurkolni nekem. A Szombathelyi Grand Prix-n 14 ország 100 tornásza bizonyíthat. A magyar csapat 5 férfi és 4 női indulója között ott lesz a helyi színeket képviselő Tömböl Boglárka, aki pénteken kétszeren is bizonyíthat. A rendezvényt az egészségügyi előírásoknak megfelelően védettséget igazoló kártyával bárki megtekintheti a helyszínen. Ennek hiányában pedig az Atlétikai Szövetség weboldalán élőben követhető az esemény.